Kedves hölgyeim, tisztelt uraim! Tisztelettel köszöntöm Önöket Dombóvár Város Önkormányzata nevében, Varga Gábor szobrászművész legújabb alkotásának avatóján. Szenes Hanna költőnő és Pataki Ferenc fejszámoló művész Dombóvárhoz kötődése kapcsán született a gondolat, hogy az önkormányzat e két jeles személynek elkészíteti az emléktábláját. Ünnepségünkön, ahogy már a fellépőink említették, a Sabbath Song Klezmer Band zenekart hallhatjuk, akik Szenes Hanna költőnő hagyatékának magyarországi képviselői. Most arra kérem Varga Gábor, dombóvári keramikus szobrászművész urat, hogy ossza meg velünk inspirációit, melyek az alkotó munkájával kapcsolatban adódtak. Kedi csokkolom, jó napot kívánok, és akit ismerek, szevasztok. Jobb lenne most is csinálni, mint beszélni. Az sokkal könnyebb nekem. Mindenek előtt nagyon szépen köszönöm ezt a felkérést, ezt a megbízást, mert két ilyen nagyon-nagyon jeles embernek a emlékére, hát bizony nem könnyű dolgozni, illetve nagyon-nagyon-nagyon nagy alázat kell hozzá, és nagyon komolyan kell venni, átnézni az ő életüket, az ő magánéletüket is beleértve, már amennyit bele tudunk képzelni. Hát igen, nehéz feladat volt. Tudnilik, nem csak arról van szó, hogy egy emléktábla, vagy kettő emléktábla van, hanem ezt úgy megfogalmazni, vagy úgy megcsinálni, hogy ne síremlék jellege legyen. Domborműben megjeleníteni úgy a karaktert, amiről hát bizony a válogatott anyagok közül az elég nehéz volt kiválogatni, vagy fotók alapján, hogy hogy fogalmazzuk ezt meg. De aztán jött az ötlet, illetve az inspiráció, amit a polgármester úr is említett, hogy, és hát ugye a hátrahagyott emlékezésekben is megjelenik, hogy ők többször találkoztak itt Dombóváron. A Hanna az ide járt le pihenni, üdülni, és itt a strandon is találkoztak többször. És a Pataki bácsi az említette is a egy-két elszólásában, hogy hát érzelmi, kisebb érzelmi, azaz szerelmi viszony is kialakult kettejük között. De most ezt is próbáltam belevinni a munkába, valamint hát nyilván a Hannának a irodalom vershez való zsenialitását, és a Feri bácsának pedig ugye a számoknak a világát, illetve a zseniét. Ez majd megjelenik, remélem visszajön a munkán. És hát mit tudok még hozzámondani? Tehát rengeteget kellett variálni, játszani vele. Az elgondolásoknak jöttek a különféle variációi. Először úgy volt, hogy egy sztélére rakjuk őket, aztán mégsem, akkor volt arról szó, hogy itt ugye a kerítés lebontották, és arról egy szelvény, de az sem igazán jött össze. Végül maradt ez a falfelület, amit egy szép keretbe behelyezve, ami méltóképpen kiemeli a két plasztikát, illetve a két domborművet. Hát gyakorlatilag aztán a többi az már olyan, hogy amikor csinálja az ember, akkor azt milliószor ugye átgondolja, simogatja, beszélget velük, tehát hogy mélyen belássa az ember magát. Közben ugye hát egy-két könyvet is megnéztem hozzá, az irodalmat és a verseket, és hát az életükről nem is szólva, hogy ugye Hannának tudjuk a tragikus sorsát, és azt is, hogy Izrael állam kiemelt hősekként tekintik. És a másik pedig az, hogy
tulajdonképpen róla Magyarországon nem is jelent még meg, figurális megjelenítésben nem jelent meg emlékmű sehol sem. Budapesten van egy kőszikla, amiben azt hiszem egy idézet van, kisebb megemlékezés, és hát Dombóvár az első ebben szintén az országban, hogy, és a Pataki Ferencről is egy méltó emlékhely jött létre, nem beszélve arról, hogy ugye tudjuk azt, hogy ez most már Szenes Hanna tér és Pataki Ferenc utca is. Tehát egy nagyon-nagyon komoly, méltó megemlékezés, illetve egy nagyon szép gesztus született ezáltal, amit még egyszer köszönök. Hát én ennyit tudok erről mondani, remélem, hogy önök is szeretettel fogadják ezt a szép megemlékezést, illetve ezt a munkát. Köszönöm szépen. Kedves egybegyűltek, tisztelt honfitársaim! Nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, de én mindig hajlamos voltam azt gondolni, hogy a második világháború időszaka egy rajtunk kívülálló, más dimenzióban zajlott eseménysor volt. Kezdő értelmi időszakomban elhűlve hallgattam az öregek meséit, mintha csak egy izgalmas kalandfilmről beszélgetnének. Pedig akkor még csak úgy 3 évtized telt el a borzalmakat követően. Az előbb azt mondtam, hogy az idősek meséltek. Igen, valószínűleg az átélt borzalmak miatt az agyuk tudatosan próbálta elhomályosítani, kicsit idealizálni a történteket, mert józan ésszel felfoghatatlan lehetett, hogy a folyamatosan boldogságot kereső ember miként is kerülhetett önmagát pusztító rettenetek közé. Voltak történeti csírák, melyeket rengetegszer hallottam, de szinte soha sem egyformán. Valami mindig változott az elbeszélésben. Talán ezért is gondoltam, hogy az egész csak kitaláció. Bár az lett volna. Sajnos a mai dombormű avató, mely 2 tragikus sorsú személyhez kötődik, az bizonyítja, hogy a tömeges pusztítással járó háborúk időről időre szinte menetrendszerűen megtörik az emberiség jobb élet felé vezető útját. Szenes Hanna és Pataki Ferenc sorsa tragikus, és egyben romantikus. A nácizmus áldozatai ők, és ez a költőnő életébe került, mindenki ferikéjének pedig élete végéig ott maradt a lelki seb, amit átélt a munkatáborban. Több millió ember esett áldozatul Hitler fajelméleten alapuló háborújának, melynek egyetlen célja volt, hogy a győztes faj maradjon fenn és szaporodjon, mindenki más csak kiszolgáló, alattvaló legyen. Persze ehhez nagy, termelésre alkalmas területek kellettek, így kapcsolódott hozzá az élettér elmélet, a Lebensraum képzete. A hitleri borzalmak elsődleges célpontja a zsidóság volt. A rendszer és kiszolgálói tökéletes munkát végeztek, és sajnos ez alól nem volt kivétel városunk sem. Mekkora elszántság, bátorság kellett ahhoz, hogy valaki tevőlegesen is cselekedni merjen. Már egy ellenvélemény kimondása is beláthatatlan következménnyel járt, aki pedig fegyvert fogott, az tisztában volt vele, hogy lebukása esetén nincs bocsánat, halál vár rá. Tudta ezt Szenes Hanna is, amikor vállalta a kiképzést, melynek elsődleges célja volt, hogy egy katonai egység tagjaként segítsen megmenteni olyan zsidókat, akiket lágerekbe terveztek hurcolni. Szenes Hanna terve gyorsan elbukott, miután egy törnyővel földet ért, elfogták, több hónapos kínvallatás követően kivégezték. Szenes Hanna nagyon szerette Dombóvárt. Egyik levelében arról ír, hogy jól érzi magát a Balatonon, de már nagyon várja, hogy induljanak Dombóvárra. Sok időt töltött itt a rokonainál,
és közvetlenségének köszönhetően gyorsan beilleszkedett a helyi fiatalok csoportjába. Akkoriban a kötetlen, kissé ellenőrizetlen találkozások egyik helyszíne a strand volt. Pataki Ferenc fiatalon itt láthatta meg először Hannát, és fellobbant benne egy érzés, amit maga is csak később fogott fel. Szerelmes lett a budapesti lányba. Hanna, az ő testvére és Ferike sokat bandáztak együtt, bálba jártak, sétáltak, ismerkedtek egymással. Kapcsolatuk nem végződött happy enddel, a film végén nem ballagta kézen fogva a világító holdfény irányába. Miután Hanna kivándorolt Palesztínába, soha többé nem találkoztak, kapcsolatuk végleg megszakadt. Pataki Ferenc több ízben is beszélt Hannához fűződő gyengéd kapcsolatáról. Mindig kiemelte, hogy találkozásuk szeretett szülővárosában volt, Dombóváron. A világhírű fejszámoló művész sokszor jött haza, találkozásainkkor mindig elbűvölt csodálatos képességével. Agyának működését vizsgálták amerikai tudósok, tesztelték a japánok, de senki nem fejtette meg különleges képességét. Otthonában többször is meglátogattam, és volt, amikor az volt az érzésem, hogy utoljára láttam őt, annyira le volt gyengülve, az ágyból ki sem kelt, beszélni is alig tudott. Féltem, hogy a róla következő hír az ő halála lesz. Minden év június utolsó vasárnapján tartjuk a holokauszt megemlékezést. Hiányérzettel léptem be a zsinagóga ajtaján, mert tudtam, hogy a mindig jelenlévő Pataki Ferenc most nem lesz itt. Már vagy negyed órája az épületben tartózkodtam, amikor az összetéveszthetetlen fátyolos hang kihallatszott a tömegből. Igen, Ferike volt az. Saját maga vezette az autóját, 93 évesen, egészen Dombovárig. Hogy gondoltad, hogy nélkülem tartjátok a megemlékezést? Korholt le a maga szarkasztikus stílusában, és ő kérte, hogy nyugodtan szólítsam csak Ferikének. És ekkor valóban utoljára jött el hozzánk, utána pár évvel örökre lecsukta szemét. A mai naptól nem csak Varga Gábor szobrászművész dobmorműve emlékeztet a két ember akár filmben is megjeleníthető kapcsolatára. Egyben avatjuk a Szenes Hanna teret is, mely közvetlenül kapcsolódik a Pataki Ferenc utcához. Kérem önöket, ha erre járnak, gondoljanak mindig a szeretet fontosságára, arra, hogyha valakit elveszítünk, csak az emlékek maradhatnak. De azok mély tartalma segít, hogy erőt merítsünk a holnapra. Oh, yeah.
Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön, mikor ők maguk már régen nincsenek közöttünk. Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít, mikor ők maguk már nincsenek közöttünk. Ezek a fények csillognak, és különösen, ha sötét az éjjel, mutatják az utat az embereknek. Emlékek Anikó gyermekkorából. Évek óta kísért a gondolat, hogy feljegyezzem Anikóval kapcsolatos emlékeimet, melynek legközelebb álló tanúja én voltam. Anikó első gyermekéveit meleg, derűs légkör veszi körül, fivérével, a nála egy évvel idősebb Gyurival. A játszótárs kérdése is tökéletesen megvan oldva. A gyermekszoba vidámsága, kacagása, nem csak az ő kis világuk, de a szülők és a velük élő fini nagymama, édesanyám életének is állandó örömforrása. Ide néz be munka közben egy kis kikapcsolódásra és lelki felfrissülésre a fantázia világába alkotó édesapa. Író és színpadi szerző volt Anikó édesapja. Elfoglaltsága a késő esti órákra összpontosul, ezért, valamint ifjúkori betegségéből visszamaradt súlyos szívdefektusa miatt későn kell. A reggel műsorhoz tartoznak a gyerekek, odaülnek ágyához, és ilyenkor tréfa, mese, gazdagon születik a gyermekvilág számára egyébként is annyi szeretettel mesélő író ajkán. Verseket, sem szépeket, sem nyerseket, s itt ülök mostan íme-ím, eljátszom mások rímeim, leírom azt, hogy andalok, s alája írom angyalok, azt írom le, hogy szép zene, s alája írom kék szeme, azt írom le, hogy tiszta tó, s alája írom kiskató, azt írom szívem szenvedő, s egy rím van rája szemfedő. Én nem írtam még verseket, sem szépeket, sem nyerseket. S itt ülök mostan íme-ím, s eljátszom mások rémeim. Leírom azt, hogy andalok, s alája írom angyalok. Azt írom le, hogy szép zene, s alája írom kék szeme. Azt írom le, hogy tiszta tó, s alája írom kiskató. Azt írom szívem szenvedő, s egy rím van rája szemfedő. E szók, mint a füstgomolyag, úgy szállnak, de nem komolyak. Thank you.
csak a fiatalok kezdték, s az öregek csóválták a fejüket. Mi lelte ezeket a gyerekeket, hogy elveszítették a fejüket? Hogy kisgyerek módjára csak a labdát rúgdossák, és hogy az utolsó fillért is a magyar-osztrák mérkőzésre dugdossák. És aztán, csak a gyerekek kedvéért, elmentek egy érdekes mérkőzésre, és mint szigorú zordbírák mentek fel a nézőtérre. De mikor repült a labda, s a közönség éjjent kiállt, az apa a székre felállva túl kiabálta a fiát! Együtt útolni.